De akkor eldöntötted, hogy kezded? Hát még egy picit vacillálok, de amíg ezt kitalálom, elkezded? Szaniszló Sándor, a 18. kerület DK-s polgármestere vendégünk, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Én biztosan kezdeni fogom. Jó, akkor én megadnám ehhez a kezdő kérdés vagy löketet. Az a nagy kérdés, hogy sikerült-e a 18. kerületben ezek szerint megugrani azt az eddig problémának vélt helyzetet, hogy az ügyeleti rendszeren túl nem lesz háziorvosi ellátás az egyes kerületekben, hanem központosítva lesz minden. Mert hogy a 18. kerület most egy 60 millió forintos éves támogatással segíti egyébként a gyermek és felnőtt háziorvosokat. Ugye kényszerűségből tesszük mi is, hiszen a háziorvosaink egyértelműen elmondták, hogy ez nekik plusz teher. Ugye így is túlságosan nagy adminisztrációval kell küzdeni, ami nyilván az orvosi munkától, a gyógyítástól veszi el az időt. Így az önkormányzat úgy döntött, hogy bár mi sem vagyunk túlságosan rózsás anyagi helyzetben, de ezt be kell nekünk vállalni. Adott egy szerencsés összefüggés, hogy sikerült az országos mentőszolgálattal megegyezni, hogy az egyik délpesti ügyeleti központ az éppen lehet a 18. kerületben, ez egy régi rendelőnek a 125 négyzetméteres helységét rendbehozva oda tudtuk nekik adni, így megvan az a szinergia, hogy a központ is ott van a közelben, tehát így viszonylag könnyen meg lehetett azt csinálni, hogy bevállaltuk a 8 és 16 óra közötti ügyeletet, 16 órától reggel 8-ig, meg a hétvégi ügyeletek, azok tovább is az országos mentőszolgálat szervezi. Ugye ez azért nagyon fontos, mert így, ha a 18. kerületben bárki rosszul lesz, eszmétét veszti, vagy olyan típusú élethelyzet adódik, hogy közbe kell lépni, a távolság rövid lesz, tehát jó eséllyel 18. kerületi beteget a jövőben viszonylag hamar el lehet majd látni. Mert ugye az alapfelállás az, hogy a gyermek meg a felnőtt házi orvosok 8-tól 4-ig, mint hogy ügyeletesek van, hogy ott kell hagyja a rendelőt, meg a rendelőben várakozó betegeket, mert egy ügyeletes esethez. Ez a probléma, ugye ilyenkor, ha érkezik egy riasztás, hiába ott a előre berendelt betegek a folyosón, az orvosnak fogni kell a egészségügyi táskát, és kocsival, bringával, nem tudom hogy, ahogy képes rá, rohannia kell ahhoz a helyszínhez, ahol ugye el kell látni valakit. Van még egy budapesti sajátosság is, ugye ezek a orvosi táskák, ebből rendelőnként van egy nagyvárosokban, hogyha azt elviszi valaki, akkor viszont nincs a helyszínen, már pedig kötelező előírás, hogy egy háziorvosi rendelőben muszáj ezeknek az elsősegi nyújtótáskáknak ott lenni, több százezer forint egy ilyen egyébként, úgyhogy egyszerűbbnek találtuk. Van egy. És egy van. Hát kis vidéki háziorvosoknál ugye mindenkinél van egy, ahol egy személyben látja valaki a háziorvosi feladatot. Budapest ugye rendelőkben vagyunk általában csoportosítva, így logikus, és egy volt eddig. De nem ez a legfontosabb szempont, hanem az, hogy amikor polgármester lettem 5 évvel ezelőtt, 174 millió forinttal támogattuk az egészségügyi szolgálatot, ez ma már ezzel 60 milliós tétele 630 millió forint, tehát majdnem négyszeres, és képzeljük el azt, hogy semmivel nem javult a helyzet. Tehát nem ér semmit az önkormányzatnak ez a törekvése, ha például nincs elég orvos, nincs elég egészségügyi szakember, és azt látjuk, hogy a mi költségeink azok lassan hatványozottan emelkednek évről évre, miközben nem javul a helyzet. Most már az önkormányzatunk több esetben is szolgálati lakást is felajánlott, hogy mondjuk egy gyermekházi orvos legutóbb praxist vállaljon a 18. kerületben. Itt ha a kormányzat nem lép, akkor mi tehetünk bármit, nem javítható. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egyébként ehhez honnan sikerül előteremteni a megfelelő számú orvost. Mert hogy eddig a nagy problémát ugye az okozta, többször beszéltünk itt a stúdióban is, hogy abban az esetben, hogyha valaki a praxisa mellett ugye ügyeletet is vállal, akkor lesznek egyszerűen olyan időszakok is, amikor az orvos nem tud már újabb időt vállalni, hiszen 72 órája lesz például talpon, illetve hát nagyon sokan még nem írták alá a szerződéseket, ami egyáltalán ebbe az ügyeleti rendszerbe való bevonódását jelenti. Hát ahol ezt nem mondják meg külön, ott biztos, hogy nehéz helyzet lesz azoknak a városoknak a számára. Egyébként, hogy honnan lehet háziorvost meg szakorvost szerezni, ez borzasztóan szomorú, az, hogy a gazdagabb városok ráigérnek a rosszabb anyagi helyzetű településekre. Sajnos így működik. Ez is azt mutatja, hogy ahol... Elszippantják gyakorlatilag akár a... Igen, hiszen a jobb feltételeket tudunk ajánlani, pótlékot tudunk, szolgálati lakást tudunk, annak bizony van olyan vonz ereje, hogy meggondolják többen, hogy akkor inkább azt választják, azt a települést, ahol jobbak a gyógyítás feltételei. Nagyon szomorú, és ez így nyilván nem mehet sokáig, ez csak a jobb anyagi helyzetben lévő városok rövid távú előnye.
Nagyon röviden, ez a 60 millió forint, amely keretként rendelkezésre áll ennek a problémának a megoldására, ez mire fog elmenni? Arra, hogy lesz akkor majd még plusz két orvos, vagy nem tudom hány orvos, de létszám hiányt is arra fog elmenni, belőle? Hogy felmentjük a kb. 50 háziorvos van a 18. kerületben, őket felmentjük az alól, hogy 8 és 16 óra között ügyeleti esetben kell nekik helyszínre futkározni. Itt a társaság, az országos mentőszolgálat, aki ezt átvállalja, ők biztosítják azt, hogy ők leszerződtetik ezeket az orvosokat, meg ezeket a mentőtiszteket, hiszen ők is el tudják ezt a feladatot látni. A lakosság részéről van-e már visszajelzés, hogy ez hogyan alakított át, hogy alakítja át a napi gyakorlatot? Hogyne, természetesen. Ugye a lakótársaink, az egyszerű betegek azt látják, hogy bemennek a rendőrbe, és ott van a házi orvos, hogy normálisan. Tehát az a fejlődés, hogy úgy van minden, mint volt. Úgy van. Sajnos ez is 60 millió forintba kerül, ha úgy tetszik, hogy ne romoljon a helyzet tovább. Egyébként, bocsánat, ha elmondhatom, ugye két telefonszámon, ezt mindenhol el szokták mondani, van a 1830, amit akkor kell hívni, hogyha valaki akut, de nem életveszélyes állapotban van, és marad a régi 112-es szám, ami akkor kell, ha valaki eszméletét vesztette, hogyha valakinek mondjuk mellkasi fájdalmai vannak, tehát mostantól egy szám helyett kettőt kell majd észben tartanunk, de a rendszer így a 18. kerületben biztos, hogy jobb lesz. Stanislaw Sándornak, a kerület polgármesterének köszönjük, hogy itt van. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.